A Szent Király tanította meg szerintem Közép-Európát arra, hogy mi az ásványvíz, és hogy miért kell azt inni. Tehát, hogyha én például nem jövök be a képbe, akkor a mai napig azt hiszi a világ, vagy Európa, hogy ez egy divatcikk. Ez nem egy divatcikk, ez egy szükséges dolog, ami divatcikké vált, de azért vált divatcikké, mert igény volt rá, tehát fogyasztói igény volt rá, és azért volt rá fogyasztói igény, mert ugye fertőzzük, szennyezzük a földet, és most már ugye ezt nem tudják, ezt kevesen tudják, amikor elkezdtük az ásványvizet, nagyon kicsi, 50-60 millió volt a éves forgalom. Most ugye 1,2 milliárd. De hát ez akkor ugrott meg bődületesen, amikor az ANT ezt lezáratta a gyűriskutakat, amikor is a felszíni talajszennyezés elérte az 50 méteres határértéket, ahol a gyűriskutak voltak. Ugye én is emlékszem még, 8-10 éves koromban Kecskemét mellett voltak rokonaink, és hétvégenként ott voltunk a földeken.